Én szeretem, hogyha szarrá trollkodják a médiát. Uh-huh. Ott minden olyan merev. Én is majd oda fogok egyszer menni a saját barátnőmhöz, erről most elkezdek beszélni, és egyszer csak meg fog történni, lesz elég merszem. Na de ő már És most mit csináljak ezzel? Most... Egyszer egyetemistaként az LT-ről kifelé jövet megállított egy bácsi. Leszólított, hogy fiatal ember segítsen már megírni egy SMS-t, mert van neki egy telefonja, amihez nem ért, és elővett a zsebéből egy nyomógombos telefont. És akkor ott álltunk mind a ketten, meglőve, ő még nem értette, hogy hogyan működik ez a cucc, én már nem emlékeztem rá, hogy hogyan működik, és össze kellett dugni a fejünket, hogy megértsük, hogy hogyan lehet ezen megírni egy üzenetet. Az írás rengeteget fejlődött, mire beköszönhetett. Az SMS kora. Sokszor úgy érzem magam, mint az a régi szarnokia. Mintha egy átmeneti konstrukció volnék két nagy technológiai ugrás között. Ez azért is van, mert Z-generációs létemre tök hülye vagyok a social médiához, de tényleg. Ez az élmény viszont, ahogy két generáció összedugja az agyát, hogy együtt megfejtsen valamit, a mai napig bennem maradt. A Partizán új műsorában pontosan erről lesz szó. A médiában lévő generációs különbségeket fogjuk keresni azokkal, akik a tévében és az interneten aktívan alakítják, vagy alakították a magyar nyilvánosságot. Én Tóth Jakab vagyok, ez pedig itt a Monoszkóp. Kezdünk! Na, Jakab, tehát ez az én gesztusom, jó? Tehát nekem ez az én gesztusom. Saját műsor, saját gesztus, jó? Bucinak van ez, nekem ez. Na. Szedd össze magad. A Covid miatt sajnos most nem tudjuk megvitatni a szokásos módon a közös ügyeinket. Vigyetek el innen, vigyetek el! Ezt a karantént nem felejtem el! Ezért marad a média. Hát ha figyeli a mai eseményeket, akkor ő is látja, hogy mi folyik a médiába. Én most nem teljesen értem, hogy mire tetszik gondolni, úgyhogy nézzük meg inkább az elejéről. Nem értett egyet azzal, hogy a média ötödik hatalom, mivel nem döntéshozó. Természetesen nagy a hatása, éppen ezért fontos, hogy objektív legyen. A rendszerváltás óta él a sajtó objektivitásának mítosza a magyar köztudatban. Ez akkoriban körülbelül annyit jelentett, hogy többé már nem pártállami. Hiszen az embereknek joggal lett elegük abból, hogy a tévében, a rádióban és az újságokban minden jó és szép, az egyetlen problémát az ádáz nyugati főellenség jelenti. Emiatt 1989 óta olyan irreális elvárásokat támasztunk a média felé, aminek az soha nem is tudott megfelelni. Objektív híradás! Objektív híradás! Objektivitás ugyanis sajnos nem sajnos emberek között nem létezik. Az északi középhegység, na az például tud objektív lenni, neki tényleg nincsenek politikai preferenciái. A média csak törekedni tud az objektivitásra, és törekednie is kell rá. Azaz arra, hogy az újságírók azonos normák és szabályok mentén dolgozzanak, bármilyen külső, politikai vagy piaci nyomástól függetlenül. De mivel az újságírók sem hordozzák a nyakukban a bölcsek kövét a sajtóigazolványuk mellett, ezért nem azzal van a gond, hogyha bizonyos értékek mentén történik mondjuk a hírszerkesztés, sőt, igazából bizonyos értékek nélkül ez nem is tudna megvalósulni, hanem azzal van a baj, hogyha manipulatív, gyűlöletkeltő vagy konkrétan hazug. Az nagyon természetes és jó, hogyha különféle eszmeáramlatok, ízlés irányok szerint rendeződik az írott sajtó. Itt azonban nem egyszerűen erről van szó, hanem nagyon határozott pártpolitikai érdekek képviseletéről, mindez nagyon sokszor a függetlenségnek a leple vagy állarca mögött. Itt tartunk 30 éve, de a média ma már nem csak az írott sajtó meg a tévé, hanem a Facebook, a YouTube, és amihez már én is öreg vagyok, az Instagram és a TikTok is. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. I'm an adult. I'll go wherever the hell I want. Well, you don't belong here. We're the social media generation. És valóban, nagyon fontos a gyerekek szerepe, hiszen ma már a tartalomgyártásnak tényleg nincsen alsó korhatára, és az online térben a fiatalok ugyanabban a média közegben szerepelnek, mint a felnőttek. Még szerencse, hogy az idősebb generációk magabiztosan és felelősségteljesen használják a social médiát. Hogy mit? A generációs különbségekről folyó diskurzus leggyakrabban a szülők riogatásáról szól, hogy vigyázzunk, mert a gyerek beszopódik a telefonjába, és antiszociális, agymosolt, szuicid, kiberzombivá változik,
A Z és alfa generációk pedig várándítva küldik el ezt a véleményt. A csudi mudiba! De hát mi mást is tennének? Engem is felidegesít, amikor David Attenborough-t megszégyenítő módon írják le, hogy hogyan él, érez és viselkedik egy egész generáció. Több időt töltenek a telefonjukkal, az okostelefonjukkal, mint a rokonaikkal, és fontosabb nekik a megjelenés, mint a tartalom. Ők a mai fiatalok, pontosabban a Z-generáció. Lenézőek, követelőznek és pimaszok, ezt mondják róluk az idősebbek, és azt is, hogy nem tudnak velük szót érteni. Oké, de ne ragadjunk le a közmédiánál. Azt tudjátok, hogy a mai fiataloknak, a Z-generációnak mi a leggyakoribb kézmozdulata? Na, ja, gondolom ez a legyintés. Ez. Igen. Mondhatjuk azt, hogy az ő, tehát ezt a generációt alapvetően már ez határozza meg? Én ezt mindig megbélyegzőnek és degradálónak éreztem. Ám mondjuk eleve gyanús, hogyha egy hírközlő műsor nagyon erős szubjektív kifejezéseket használ, mint például... Gusztustalan, tragikus, igénytelenség, pusztulat, nem törődömség, hány inger. Vagy ha a riporter tudósítás helyett így úgy minősíti a résztvevőket. Aggódnak a Lipsik, liberális hegemónia, politikai cirkuszt generáltak, forradalmast játszottak a baloldal, pusztít. Hát az az igazság, hogy ez tök ciki. És mindez egyetlen egy videóból lett kivágva. Egyszerűen csodás, hogy mindent be lehet rajta mutatni, ami gyökeresen ellentétes az újságírás alapjaival. És félreértés ne essék, lehet szubjektívnek lenni. Lehet véleményformáló műfajokban alkotni, de riportnak hazudni egy szándékos félreértéseken alapuló videót, aminek egyetlen egy célja megalázni embereket, na az rámutat arra, hogy mi a probléma a média felfogásunkkal. Hát persze az is lehetséges, hogy mivel az SFN kialakult helyzet miatt nem tudtam befejezni a tanulmányaimat a televíziós műsorkészítő szakon, én kimaradtam valamiből, amit a Pesti TV-n már tudnak, na de inkább hagyjuk a kormánymédiát, és térjünk rá a mai vendégeinkre. A budapesti Nagy Márton, ismertebb nevén Fanmade Maker, több mint 9 éve kezdett videózni. Középiskolás évei nem voltak egyszerűek, mert 4 különböző gimnáziumba is járt, mielőtt érettségit szerzett. És volt, hogy a videói miatt alakult ki olyan konfliktus, aminek iskolaváltás lett a vége. Ezután volt pizzafutár, mosogatófiú és online marketinges. Eközben végig készítette a videóit és fejlesztette a csatornát. Most pedig már a saját stúdiójában beszélgettünk vele. Hát ezzel a pincével ez az alkotói magánynak egy új szintjére léptél, igen, szerintem. Eléggé el van így szeparálva mindenkitől. Hát igen, egy közepes atomtámadást, ezt itt végig lehet live-ozni innen, hogyha van internet. Sokszor gondolok erre, hogyha bármilyen apokalipszis, akkor egyből itt van egy fasz a helyem, itt simán el lehet kezdeni túlélni. Több mint egy éve itt vagyok, és voltak olyan periódusok, amikor majdnem megőrültem. Annyira egyedül voltam. És ezzel egyébként ennek van funkciója, vagy ez csak aha, ilyen? Aha, pörgesd meg. Talán először tippelj egy számot. Ja jó, mondjuk 6. Jó, legyen. Hú, bazen, majdnem. Te figyelj! És visszament a... Azt a rohadt. Jó, ezt elkezdtük. Nyertél egy... Választhatsz bármit. Szevasztok srácok, sziasztok, hello, hello, ciao, szevasz, puszi. Én Nagy Márton vagyok, sziasztok, hello, ciao! Gameplay videókkal kezdett, vagyis különböző számítógépes játékokkal játszott és abból készített videókat. De később csinált vlogokat, élőadásokat és szép lassan megjelentek a közélettel foglalkozó videói is. És ha valakinek határozott véleménye van a világról, az a YouTube-on nem feltétlenül segít pénzt keresni. A céges világtól teljesen elzártam magam, tehát a szponzoroktól például, meg a magyar partnercégektől, akikkel dolgoztam tinédzserként. Most itt vagyunk egy pincehelyiségben, nekem semmi közöm nincsen semmelyik médiához, teljes mértékben magamat építettem föl, senki nem állt be mögém, egyedül a nézők finanszírozzák az egészet is, ezáltal tud működni. Szerintem ez egy tök jó dolog, ez egy számomra legalábbis ez egy új korszakát jelenti annak, hogy megcsátod magadat. Én azt mondtuk, hogy már 13 évesen, vagy azután nem sokkal már volt partnercég, akit találtál, vagy aki talált téged? 15 éves koromban kerültem partnercéghez, akkor így leszerződtünk ugye szüleimen keresztül. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy szókimondó videód, vagy valakinek beszóltál, és akkor jelezték, hogy akkor köszönjük szépen, ennyi volt az együttműködés? Nem, akkoriban még nem csináltam ilyeneket, tehát akkor teljesen átlagos videókat csináltam, vlogokat, volt egy-két vélemény kifejtő videóm, de akkor így azt éreztem, hogy próbálnak így kicsit távolabb tartani, de nem szeretnének elengedni teljesen. Uh-huh. Nagy valószínűséggel érezték bennem azt, ami végül meg is történt, hogy ez ellen, az egész ellen fordultam, mert akkor is azért hangot adtam a nem tetszésemnek, csak most nyilván 15 évesen nehéz bármit is tenni. Te érzel magadban valamiféle sértettséget amiatt, hogy kikerültél ebből a körből?
nem, ez tudatos volt. Uh-huh. Inkább ott jobb, sokkal rosszabbul éreztem magam. Tehát, hogy én annak örülök, hogy működik a csatornám enélkül. Még nem tudom, hogy komoly vagy komolytalan beszélgetés következik az adás hátralévő részében. Ha a 2000-es években politikai műsort kerestél a tévében, vagy hogyha a szüleid azt kerestek, te pedig a képernyő előtt maradtál, akkor biztos, hogy szembe jött veled az Egyenes beszéd és Kálmán Olga. Miskolcon gyerekkoromban úgy néztek ki a hétköznapok, anyám úgy szervezte, hogy el legyen mosogatva, meg legyünk vacsorázva körülbelül 7-8 órára, mert Olga néni jön hozzánk vendégségbe. Jó, de ezt fussunk neki még egyszer, mondd el még egyszer szépen. Tehát meg legyünk vacsoráztatva, el legyen mosogatva, mert jön... Olga. Na, így már helyes. Kálmán Olga gyermekként színésznőnek készült, ám erről hamar letett, és 24 éves korában már a közszolgálati tévénél dolgozott. Miután ott felmondott, rádiózni kezdett, és 2003-ban tért vissza a képernyőre az ATV Egyenes beszéd című műsorába, ahol igazán ikonikussá vált szerkesztő műsorvezetőként. 2016 végén viszont felmondott, és nem sokkal később az akkor éppenséggel rövid ellenzéki periódusát élő Hírtévéhez igazolt, ahonnan pedig 2018-ban kellett távozni. Jelenleg a DK elnökségi tagja. Én egy kicsit fordított életutat jártam be a kollégáim többségéhez képest, mert a kollégáim többsége rádiózott, ezek még tényleg az ősidők, tehát hogy amikor ez volt a jellemző, tehát Magyar Rádió, és akkor onnan nőttek ki generációk, akik egyszer csak a rádiós alappal, szakmai alappal elkezdtek televíziózni. Én egyből televíziózni kezdtem, és utána kezdtem el rádiózni. Uh-huh. És olyan hihetetlenül nehéz volt, de olyan hihetetlenül nehéz volt ezt meglépni. Sőt, amikor az első rádió riportomat csináltam, ami úgy vágott anyag volt, tehát hogy abszolút riport volt, és akkor arra gondolni, hogy aha, tehát hogy most mi van, eddig az volt, hogy nekem elég volt azt mondanom, hogy ebben a házban született az az ember, akiről beszélek, és hogy rádióban nyilván nem mondtad, hogy ebben a milyen házban. Tehát, hogy senki, tehát nekem nagyon hiányzott a képi eszköz az elején. De hogy a televíziózásból 10-20 év után átszokni, megszeretni a közösségi médiumok felületein található, a YouTube-on található bármiféle médiaterméket, az nekem... Az nekem olyan evidencia volt. Szép napot mindenkinek! Az elmúlt fél évben számtalan üzenetet, levelet kaptam önöktől. Kérték, hogy térjek vissza, kérdezték, hogy hol térek vissza. Nos, megfogadtam a tanácsukat, itt vagyok. 2019-ben volt egy tavaszon keresztül működő YouTube csatornán, ami egyébként teljesen jó nézettségi adatokat hozott, mégis pár hónap alatt az így abba maradt. Ezzel mi volt a cél, vagy ez hogy történt? Nem az volt a cél, hogy pár hónapon belül hagyjam abba. Ugye 2018 nyara az, amikor a NER visszafoglalta, mondták ők maguknak a hírtelevíziót, akkor minket párunkat azonnali hatállyal elküldtek a televíziótól, teljesen érthető módon. Tehát nem volt kérdés számomra, hogy na, akkor egyszer az életben végre a magam ura leszek, és nagyon-nagyon vártam. Szóval ez tényleg az édes gyermekem volt ez a YouTube. Tényleg nagyon élveztem, tehát tök jó volt egy, illetve két személyes stábbal dolgozni, aztán saját magam vágtam, aztán saját magam gondoltam ki, hogy ki legyen a következő. És akkor ez ment tavasszal, és nem a YouTube csatornával, vagy nem a kálmánolga.hu-val történt valami, hanem Kálmán Olgával történt valami. Akkor jött ugye a főpolgármester jelölti előválasztás, és hát én nagyon rövid idő alatt nagyon megszerettem a politikusi létet, vagy a politikusok közelében való együtt dolgozást, ami egy kampány volt azon a nyáron. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Puzsér Róberttel vagyok itt, és a Sétáló Budapest közel egy éves kampányáról és erről az időszakról fogunk beszélgetni. Ennek a beszélgetésnek az apropója az, hogy mivel én így önkénteskedtem többet nektek a kampányba. Megmondom őszintén, amikor így politikai aktivistáskodtam, egy év alatt olyan szinten meguntam. Annyira kurva unalmas. Mi vitt téged akkor oda? Hogy még nem ismertem. És ki akartam próbálni, meg akartam nézni, hogy milyen belülről. De kibaszott unalmas, és akkor viszont már viccesebb a YouTube-os jelenségekkel foglalkozni. Például ezt is jól ki kell találnom, hogy az, amit 2019 tavaszán és nyár elején Kálmán Olga, mint újságíró csinált egy YouTube csatornán, az nyilván most már nem egy újságírói felület lesz, hanem egy politikusi felület lesz, hiszen én most már azért, még ha kezdő,
minősítésben is, de azért csak politikus vagyok. 2019-ben hogy láttad te a te csatornád szerepét? Úgy, hogy közben politikailag aktív vagy. Akkor azt nem hangoztattam. Már hogy csatornád van. Ja? Azt nem hangoztattam a csatornán, hogy politikailag aktív vagyok. De egyébként hozzáteszem, hogy én szívesen adtam a nevemet hozzá, tehát nem az volt, hogy én ezt titkoltam, hogy ott önkénteskedek. Hát a politikus Facebookozhat, persze, Twitterel, persze, tehát a YouTube-on miért ne csinálhatna videókat, videóüzeneteket, kisfilmeket, hát hogyne? Tehát a politikusnak, és ez nem is egy ilyen önös érdek, hogy hú, minél több helyen jelenjek meg, hanem egész egyszerűen ez a kötelessége. Tehát, hogyha nekem gondolatom van erről a világról, erről az országról, erről a társadalomról, erről a társadalmi kérdésekről, akkor a lehető legtöbb felületet találjam meg magamnak, hogy a véleményemet és azt, hogy szerintem mi lenne a helyes út, vagy megkérdezem, mit gondoltok ti erről, találjuk ki együtt, hogy mi a helyes út, ez minden felületet kell használni. Tehát nem a önfényezés vagy a reklám az elsődleges ebben a helyzetben, hanem az, hogy hol tudom elérni az embereket, a választókat. Itt az ideje beszélni arról, hogy Gyurcsány Ferenc hogyan vált influencerré, hogyan vált egy olyan figurává, akit az interneten így körüllengenek a fiatalok, és viccesnek gondolják, hogy szelfizünk a Ferivel. Van, hogy ismerőseimmel fogadásokat kötünk, hogy egy-egy jelenség hány hónap múlva jön be Magyarországra, és akkorákat szoktunk szakadni, amikor így megnyeri az egyikünk. Tehát, hogy lényegében minden ilyet előre meg lehet jósolni. A Gyurcsányt is ugyanúgy már 2-3 éve ott rögtünk magunkba, hogy ez meg fog történni, csak nem tudtuk, melyik politikus lesz az első, aki megcsinálja, amit a Gyurcsány a közösségi médiában. És ugyanez történik most is, hogy előre lehet ezeket vizionálni. Az volt a fejemben, meg az van a fejemben, hogy elindul egy kommunikáció az emberekkel, akkor ennek hosszú távon pozitív következményei lehetnek, akár a kritikus gondolkodásra nézve. De én ugye nagyon sokszor keverem a trash elemekkel azt, amit csinálok, mert nagyon szeretem azt a stílus irányzatot is, ezért egy olyan kettősség jelenik meg, amit a legtöbben nem bírnak hova tenni. De pont ez a nézői aspektus, hogy nézői oldalról jön-e hozzá olyan visszajelzés, ami arra enged következtetni, hogy itt beindult egyfajta gondolkodás, egy vita, vagy ilyesmi, vagy csak simán a te véleménybuborékodból, a veled egyetértők téged néznek, fordítva. Én azt érzem, hogy az biztos, hogy egyfajta személyi kultusz kialakult körülöttet a személyem köré, ezt kár lenne tagadni. Azt gondolom, hogy ez szinte elkerülhetetlen közszereplőknél. Én nem jöttem rá, hogy hogyan lehetne elkerülni, hogy ne legyenek elfogult nézők, akik szinte bármit mondok egyből tényként kezelik, viszont az biztos, hogy elindult egyfajta gondolkodás. Én azt gondolom, az a jó újságírás, legyen ez most kormánypropaganda, legyen az szabadságért küzdő, vagy valóságot küzdő, hogy késztesse az embereket, az olvasót, a nézőt, a hallgatót arra, hogy gondolkodjon. Semmilyen hírt ne fogadjon el készpénzként. Tehát ne az legyen, hogy nekem, ha ezt mondták az ATV-be, azonnal elhiszem. Ha ezt mondták a Hír TV-be, azonnal elhiszem. Nem, próbáljunk meg együtt gondolkodni. Hát együtt az lenne a szép, tehát használni az agyunkat, ez a legfontosabb. Én nagyon bízok a generációnkban. Tehát én nagyon-nagyon sok értelmes fiatal találkoztam. Úgyhogy összességében én azt vettem észre, hogy nagyon sokan nyitnak arra, hogy valami párbeszéd legyen, hogy beszélgessünk dolgokról, vitatkozzunk. Én nem látom olyan borúsan a dolgot, mint ahogyan, mit tudom én, néha hallom, hogy jaj, ez a generáció nem akar semmit. Volt egy videó, ahol kifejtetted, hogy egyszerűen a hideg kiráz az összes talkshowtól. Ja. Egyszerűen képtelen vagyok elviselni a talkshow műsorokat. És gyerekkorodban volt esetleg, amit néztél a tévében ilyen? Mármint... Hát beszélgetős műsor, nem feltétlenül variety talk show. Egyedül? Kész? Heti hetes néztünk családdal vasárnaponként, és a Való Világ 4-et is néztem. Mert hát akkor nem biztos, hogy ismered, de majd meglátjuk azt, akit hoztunk neked párnak. Na. Hát az igazából a játékszabálya, hogy space-szel akármikor le lehet állítani, hogyha valami vélemény megfogalmazódik, vagy gondolat, vagy bármi igazából. Na, akkor kezdjük. Küld a padlizsen emojit, ha sok volt a magányos maszti már, akkor küld azt a kibebaszott padlizsát. Igen! 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 Sajok, bírjatok magatokkal, tudom, hogy a látvány az kielégítő. Bírjatok magatokkal, jó? Bírjatok magatokkal, ez nem egy pornó videó. Nagy-Britanniában
politikai botrányát agadt az Oasis együttes kábítószerügye. Ez a Kálmán oldal? Aha. Jó estét kívánok! Ausztria továbbra is támogatja Magyarország eurointegrációs törekvéseit. A héten beiktatott új osztrák kancellár Viktor Klima ezt akkor erősítette meg, amikor fogadta első külföldi vendégét, a magyar külügyminisztert. Matolcsi Györgynek nem kellene kiállni. Kicsit hasonlított az Anetkára. Én is majd oda fogok egyszer menni a saját barátnőmhöz, erről most elkezdek beszélni, és egyszer csak meg fog történni, lesz elég merszem. Na de ő már jel... És most mit csináljak ezzel? Most, hogy mit szólok hozzá? A padlizsán mond valamit, ez a jelmez. Hogy ő miért van padlizsánban, én azt nem tudom. Miért van padlizsánban? Kéne tudnom. Egy másik videójában beszél erről, meg készült interjúban is elhangzik. Igazából ez a padlizsán emoji, ez egy ilyen fallikus valamicsoda, és ezzel szokták cenzúrázni azok a YouTube-os tartalom készítők a videóikat, amit gyerekeknek adnak el. Ja, padi, ja, értem. Ja, azt hittem, hogy most neki van valami, ja, tehát, ez, hogy ezen túl, hogy valami történt az ő életében, amikor egyszer csak egy falizsán jelmezbe, úgy rajta maradt, és benne maradt, és beleszorult. Hát értem, tehát a jelentést tartalom. Oké. Okay. Jó. De nekem kicsit... egyébként ez tök rendben van, tehát hogy én biztos, hogy nem fogok rákattanni, és mondjuk napi szinten a követője lenni, de az, hogy ilyen és ehhez hasonló tartalmak készülnek, nekem ez semmi semmi bajom nincs. Mogás Dániel a vendégem, jó estét kívánok! Kedvenc sokkorom! Hát most már egyre több helyütt hallom, olvasom azt, politológus én erről értekezik. Nem tudom, mi van velem, de nekem, én szeretem, hogyha szarrát rólkodják a médiát. Uh-huh. Ott minden olyan merev. Adják a hangot a fülükbe, kommunikálnak velük, mindenki be van szarva, hogy mit lehet mondani és mit nem. És annyira kibaszott jó, amikor hirtelen jön egy arc, aki ezt az egészet semmibe véve szétrólkodja az egészet. Ettől függetlenül, tehát amit látok az, hogy a szakmájában profi, most mondtam egy pozitívumot. De téged hidegen hogy ez a fajta hidegség, ahogy fogalmaztad? Ja, teljesen. Ez az egész televíziós világ. Ja. Magyarországon az fog történni, hogy pontosan ugyanaz a közeg költözik át a YouTube-ra és az internetre, mint akik a tévét is leuralták, mert itt nem túl nagy a piac, elég könnyű monopol helyzetbe lenni. Magyarországon, főleg a médiában. Nyilván lesz majd ellenzék, de ugyanazok az arcok fognak átjönni, viszont egy dologgal nem számolnak, hogy az interneten ettől függetlenül jelen lesznek az olyanok, mint én folyamatosan, vagy olyanok, akiket nem tudnak kontrollálni. Mm. És ez viszont be fog kavarni nagyon abban a működésben, amit eddig meg tudtak gátolni a televízióval. Tehát a televízió szerepe az úgy gondolom, hogy egyre jobban háttérbe fog szorulni, ahogy eddig is, viszont folyamatosan asszimilálódni fognak ez a helyzethez, és nagy valószínűséggel a velem egykorúak közül rengetegen lesznek, akik viszonylag súlyos pénzekért felzárkóztatják ezeket az arcokat és generációkat. Teljes mértékben egyetértek vele, csak ez nem múlt, tehát nem jövő idő, hanem ez a múlt idő, tehát szerintem ez már rég megtörtént. Tehát amiről ő beszél, hogy generációváltás, és hogy trendváltás, és hogy a fiatalabb korosztály, és tök jó, hogy szét lehet trollkodni, hogy egy televízióban mindenki, ha nem is azt használnám, hogy beszarik, vagy mit mondom, nem tudom, tehát hogy sokkal szigorú keretek között történik egy televíziós műsorkészítés, teljesen igaza van, tehát abszolút egyetértek vele, csak mondom, ez már megtörtént, ez nem ez lesz majd, hanem ez már ez van. Hát teljesen más, amit én csinálok meg, amit a Kálmán Olga, ez brutális a különbség minden szempontból. Te gondolod, hogy tartalmilag is teljesen mást akartok? Nekem az a bajom, hogy azért nehezen tudok megbízni így a televízió csatornákban, itt megint csak amiatt, mert pontosan jól tudom, hogy milyen érdekcsoportok állnak mögöttük, és engem annyira fölidegesít, amikor így komolyan kéne vennem azt, amiről pontosan jól tudom, hogy úgy van megkonstruálva, hogy ez egy adott véleménybuborékot tükrözzön. Ez a YouTube-ban nem felelhető jelenség? De legalább ott nincs mögöttük senki. Tehát, hogyha nekem van egy véleménybuborékom, az Nagy Márton véleménybuboréka. Emögött nincsenek érdekek. Uh-huh. Ez az én véleménybuborékom, ami változhat idővel, és ami formálódik a nézők segítségével, hogyha kapok kritikus megjegyzéseket.
alapból szerintem azt hiányzik, hogy már magában a rendszerben nyíltan kezeljük a dolgokat. Pénzügyeket, közpénz például egy ilyen kérdés. Szóval, hogyha ez a nyíltság meg lenne, akkor már nem lenne annyira káros, hogy mondjuk van egy jobboldali televízió, vagy egy fideszes. Tehát, hogyha jó, oké, tudjuk jól, hogy akkor ez egy fideszes televízió, ki van mondva, de így, hogy terelgetnek, mondjuk így is nyilván tudjuk, meg így is ott van nyilván a tudattalamban, hogy melyik tévé az kihez tartozik. Csak azokhoz, akiket meg akarnak szólítani, azokhoz nem jut el feltétlenül. És megmondod, hogy ez így a YouTube-on ez nem fog megtörténni? Mármint, hogy tényleg egyszerűen tűnik, mint az egyszer egy, hogy mi a francért indítasz kábel tévét, hogyha egyszer mindenki az interneten van gyakorlatilag. Hát nagy valószínűség az... Mit jósolsz erre, mint az összes többire? Hát most elkezdték a fiatalok behálózását a YouTube-on. Hát a DK például, meg a Fidelitas is. Tehát nemrég futottam bele Facebookon egy hirdetérbe, hogy a Fidelitas influencereket keres. De úgy, hogy ők kinevelik majd az influencer, tehát nem ők fizetnek influencereknek. Aztán volt például, hogy az Origo szponzorált influencerekkel tartalmat. Szerintem Gyurcsány volt az, aki ezt a folyamatot elindította, és a csapata legelőször. Aztán utána kapcsolt a jobb oldal, a Pesti TV, Pesti srácok, és ők is elkezdték behálózni a fiatalokat különböző eléggé átlátszó módszerekkel. Nekünk most még átlátszó. Ezt ki tudja, hogy a következő generációk ezt mennyire fogják látni. Melyik a jobb? Kiépíteni egy Fidelitas influencert, vagy megvásárolni egy olyan influencert, akinek már hiteles véleménye van a nézői szemében? De nem tudja ezt a sokaság, a nagy számban lévő csatornák így ellensúlyozni, hogy világ összes pénzese lenne elég, gondolom én, arra, hogy a többségét megvegye az ember a youtubereknek. Hát nem az a lényeg, hogy hány youtuber van, hanem általában az a lényeg, hogy kinek mennyire mérvadó az hava adott témákban. Ugyanúgy, ahogyan vannak emberek, akiknek valamiért sokkal többet ér mások szemében a kimondott szava, mint más embereknek. Tehát ez is egy olyan kérdés, hogy ki mennyire hiteles az adott platformon. Ez is személyfüggő, mint ahogy a televíziózásban is, én azt gondolom, hogy sokkal inkább televíziós személyiségek azok, akik bármilyen műfajban valamit felépítettek, valami olyat tudtak adni, amiben az ő személyiségükből adódóan volt valami plusz. Hogyha csak a hír műfajánál maradunk, akkor a kérdezőgépek, akiknek akár a szerkesztő, akár a főszerkesztő, akár a politika, ilyenről is hallottunk már ebben az országban, előre megírta a kérdéseket, amiket szépen okosan és semmiképpen nem tévesztve fel kellett olvasni. Most őrájuk soha nem fogunk úgy emlékezni, hogy emlékszel a nem tudom kinek a műsorára. Nem, ő volt az egyszer valamikor, ha még emlékszünk rá, egy kérdezőgép egy a sok közül. Ezt tenni a szakmával, az újságíró szakmával, az, ha valakinek, akkor nekem hogy ne fájna. Tehát, hogy valaki két lábbal beledöngölte az újságírást a sárba, utána még ráhányt, aztán rálapátolt egy kis földet, és be is locsolt, hogy még nagyobb legyen az iszap. Tehát, hogy ez nagyon nagy baj, és az a fajta politikai különbözőség, hogy vannak, akik az igaz oldalhoz tartoznak, és vannak a sötét oldalon állók, vannak az igaz magyarok és a hazaáruló nem magyarok. Ezt tenni ezzel az országgal, ezzel a társadalommal, ez hosszú-hosszú évekre és évtizedekre az egyik legnagyobb politikai bűncselekménynek tartom. Én nagyon-nagyon szeretnék már arról vitatkozni egy jobboldali, konzervatív értékeket való politikussal, hogy ő hogyan látja ennek az országnak a fejlődését, és én hogyan látom ennek az országnak a fejlődését, mert ezek nagyon jó dolgok. Most ez nem adatik meg, de lesz ilyen. Már okosak vagyunk, meg fejlődőképesek, mit mondjak még, hogy pozitív legyen a vége. Nem tudom, ez már... Ez és már. Világbéke. Most már inkább abban vagyok, hogy valamit csináljunk. Én abban szívesen részt veszek bármilyen mozgalomban, ami ennek a törekvésnek, a szintén a változásnak a mit tudom én, a híve, vagy ennek az ügyében megy előre. De beszélni róla most már úgy érzem, hogy egy véget nem érő húzavona. Olyan generált ügyekről van szó, amik kurva jól lefoglalnak mondjuk most minket, meg úgy összességében a lakosság nagy részét. Nagyon jó róluk beszélgetni és csámcsogni rajtuk, de nem következik belőlük semmi. Ez nagyjából ennyi lényegük van, hogy lefoglalják az embereket. De akkor én inkább játszom a videójátékaimmal. Az sokkal jobban lefoglal, mint ezek.
Ez volt a Monoszkóp első adása. Ha megteheted, kérlek, szállj be a finanszírozásunkba, ehhez minden linket megtalálsz a videó alatt. Illetve, ha véleményed, gondolatod van, oszd meg velünk a kommentmezőben, vagy a Partizán társalgó Facebook oldalunkon. Instagramon is megtalálsz minket, Spotify-on és a legtöbb podcast oldalon is. Ezentúl TikTokon még nem, az TikTok az nincs. Én és az összes kollégám is nagyon köszönjük a figyelmedet. Sziasztok!